November 19-én, vagyis egy kicsivel több mint két hete indult el a Filmeo, az online streaming szolgáltatás, ahol csak magyar filmeket nézhetünk meg. Természetesen az újabb filmek mellett megnézhetjük a nagy-nagy klasszikusokat is, és most egy igazi filmrajongóval beszélgetek ebben a témában, Madarász Isti filmrendező. Szia Isti! Szervusz, szia! Itt már mondtam itt az elején, hogy kicsivel több mint két hete indult el. Szerintem azért elég sok filmet láttál már azóta, de mégis milyen filmeket láttál azóta? Egyébként sajnos nem olyan sokat, de első nap előfizettem rá, mert elég régóta szó volt erről, hogy a Magyar Filmintézet be fogja ezt indítani. Senki nem hitte, hogy egyszer csak tényleg beindul, és tényleg beindult, igen, kb. Két hete. Én első nap előfizettem, második nap az első film, amit megnéztem, az ötödik pecsét volt. Ez egy Ferbi Zoltán film, amit én még nem láttam, és kicsit kíváncsi is voltam, hogy működik a rendszer. Tök jól működött, rákattintottam, lejátszottam, visszatekertem, újra néztem, elolvastam a stáblistát. Az jó egyébként a film jó, hogy nem csak a film van rajta, hanem vannak forgatási képek, jelenetfotók, kicsi verkek, szóval az olyan filmbubusok, mint én, ott azért tudnak kutakodni. Plusz rengeteg olyan magyar film van, amiről mindenki hallott, soha senki nem látta, és most oda lehet kattintani, és meg lehet nézni. Szerintem ez szuper. És gondolom azért kipipáltad, hogy majd azokat a filmeket, mondjuk most itt jön a karácsonyi szezon, egy kicsit lesz időnk filmezni, de mégis mennyi film van egyébként a Filmeon? Ugye most indult, és ők azt mondják, hogy hetente töltenek fel egyre több filmet. Most olyan 250 film körül van, aminek egy jó része új film, tehát mondjuk az elmúlt, nem tudom, 10-20 év magyar filmterméséből van. Vannak animációs filmek, doksik, rövidfilmek, és van rengeteg klasszikus film, egészen nagyon korán a 1910-es évektől, igen, hiszen azt mondják, hogy 120 év magyar filmtermése, és ezeknek a nagy része ráadásul fel van újítva. Tehát, hogy sokkal jobb minőségben lehet megnézni, mint úgy így úgy DVD-n, torrenten, akárhol eddig meg lehetett találni. Most ott van szuper minőségben, felújítva, restaurálva, tehát jobban néznek ki ezek a filmek, mint ahogy az emlékünkben élnek. És gondolom ezek folyamatosan majd bővülnek, hiszen azért a digitális felújítása ezeknek azért időbe telik, de hát gondolom akkor bővül és bővül majd a tárház. Én most már megkaptam két hírlevelet is, hiszen már két hete vagyok fent, és minden héten írják, hogy mik azok az új filmek, amik megjelentek, tehát az újkori új filmek, a klasszikusokból az új filmek, és az én az egyik filmem is a jövő héten fog felkerülni, hogy azért is ülök én itt. Hogy... Egy szerelem gasztronómiája. Egyébként mit szóltál ahhoz, hogy felkerül? Én nagyon örültem, mert az a film, ez a Szerelem gasztronómiája, ez 3 éves, és amikor elkészült, akkor leadta a Duna TV, megcsináltunk stábvetítést, megint leadta a Duna TV, majd eltűnt. Ugye ez nem jelent meg DVD-n, és mindenkinek meséltem, hogy van ez a szuper film, ugye láttátok, és az ismerőseimnek én küldözgettem át a fájt, megmondtam, hogy a torrentezzék le, de így most ott van is lehet megnézni, és a többi filmem is lassan fel fog kerülni. Szóval alkotóként ez marha nagy boldogság, hogy jó minőségben, legálisan, két kattintásra ott van, mindenkinek mondhatom, hogy figyelj, fizess elő a Filmeóra, egyébként tök olcsó, tehát az összes többi streaming szolgáltatóhoz képest is jóval olcsóbb, egy fél mozi egybe kerül, és egy hónapig az ember annyi filmet néz, amennyit akar. Szóval szerintem azért ez tényleg egy nagyon jó rendszer. Annak idején egyébként milyen volt a filmednek a fogadtatása, és mondjuk most mit vársz, hiszen említetted, hogy mondjuk akik nem látták, most csak előfizetnek a Filmeóra, és akkor újra megnézhetik, vagy először nézhetik meg. Nekem nagyon jó emlékeim vannak erről a filmről, mert nagyon szerették a kritikusok, meg amik hozzám visszaértek, azok jó voltak. Ugye a Berecki Zoltán meg a Balla Eszter a főszereplő, ez egy musical, énekelnek. Aki látta, szerette, de szerintem kevesen látták, illetve kevés embernek volt lehetősége. És akkor mindenféle tárgyalásokban voltunk nagykereskedelmi tévével, meg külföldi streaming oldallal, és szerintem ez a legegyszerűbb, meg a legjobb, meg ez a miénk. Szóval szerintem jó helyen lesz. És a filmeden kívül még nagyon több különleges filmet is láthatunk, például olyanokat már itt említetted az elején, amiket mondjuk lehet, hogy eddig nem is láthattunk. Abszett. Milyen különlegességek vannak most fent? Hát tehát a klasszikus filmekből nagyon sok olyan van, amik tehát vagy azért nem láttuk soha, mert régiek, és amikor moziban mentek, még nem is éltünk, vagy azért, mert annó régen a magyar televízió leadta valamikor éjszaka, de mondjuk soha nem jelentek meg DVD-n, még a torrent oldalakon se voltak fönt, tehát effektíve elérhetetlenek voltak. Ezek olyan klasszikus és híres filmek sokszor, amiről mondom, beszélünk, meg benne vannak a köztudatban. Apropó, én még sose láttam, de olyan jó lenne megnézni. Például a Tolonc. Én olvastam, például hogy... A Tolonc. Az volt az első, amit annó még a film alap felújított. Az egy 1914-es, vagy nem is tudom mikori film, amit ugye az a kertész Mihály rendezett, aki aztán külföldön csinált karriert, és ő rendezte a Casablancát, és aztán talán, hogy ez a Jászai Marinak az igen. Egyet. Igen, így van. Miket tudok én.
De van egy csomó olyan rajzfilm, a Dargai Attila rajzfilmet, tehát az én gyerekem, most gyerekeim meg fogják nézni a Vukkot, meg a Szaffit, meg a Ludas Matyit, szóval nagyon jó, hogy ezek megvannak most egy helyen. Most még csak online érhető el, viszont várható majd folyamatos újítás. Melyek lesznek ezek? Mi minden történik még a platformon? Hát lesz, ugye... Tehát gondolok meg lehet... itt arra, hogy például angolul is majd, vagy hát angol felirattal is angol majd meg lehet nézni. Az jó lesz, aztán remélhetőleg később akár többféle felirat is. Lesz okos tévés app, ahol talán a legtöbb ember megnézni. Arra számítanak, hogy egy idő után azért így a visegrádi négyek országainak filmje is megjelennek, illetve szerintem ami nagyon fontos lesz, és megint alkotóilag ez fontos, hogy lehetnek olyan filmek, amiknek itt lesz a premierje. Tehát például készül egy film, nem arra van kitalálva, hogy százezrek megnézzék a moziba, és akkor itt fog debütálni, ami nagyon izgalmas, mert hirtelen nagyon sok ember elérheti, illetve tervezik azt is, hogy nem csak havi előfizetéssel lehet majd filmeket nézni, hanem valaki azt mondja, hogy én nem akarok előfizetni egy hónapra. Nem tudom, miért mondja ezt, hanem ő csak egy filmet akar megnézni, és akkor arra is lesz lehetősége. Hát akkor szerintem nézzük meg ezt a filmjét. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én is örülök, hogy itt lettem.